A hétvégén átadták az ország első Via Ferrata hegyi útját. A Via Ferrata, más néven Klettersteig, olyan hegyi út, ahol beépített létrák, hidak és fémkábelek segítik a mászást. Így megfelelő felszerelés birtokában a kevésbé tapasztaltak is nekivághatnak a hegynek. Nagy élmény, hát a Klettersteig az a demokratikusan a hegymászás, tehát olyanoknak való, akik nem akarnak állandóan edzeni, nagyon sok kockázatot vállalni, viszont szeretnék átélni a hegyeknek az élményeit. És ez az első ilyen Klettersteig Magyarországon, és már is nagyon szép. A készítők fontosnak tartják, hogy bárkinek lehetősége legyen kipróbálnia magát a hegyen, ezért különböző nehézségű pályákat alakítottak ki, valamint a jövőben szeretnék lehetővé tenni a szükséges felszerelések helyszíni bérlését. Igény szerint akár oktatást, túravezetést is szívesen tartanak. Az útvonalak különböző nehézségek, a közepestől a legnehezebbig lehet itt találni útvonalakat, tehát gyakorlatilag a szinte teljesen kezdőktől az erősebb, tapasztaltabb mászókig mindenki megtalálja itt a neki való útvonalat. A technika elsajátítása senkinek nem jelenthet különösebb kihívást. Ennek ellenére fontos, hogy csak a megfelelő tudás és felszerelés birtokában másszunk. Mászás közben a legalapvetőbb szabály talán az, hogy mindig egy be van csatolva, a másikat pedig akasztom a következő snitbe. Kialakításuknak köszönhetően a könnyebb útvonalak a családosok számára is ideális célpontot jelenthetnek, de akad a kőmosó szurdokban olyan pálya is, ami még a tapasztalt hegymászókat is megizzasztja. Nagyon élménydús volt. Két rész van, ami nagyon meredek és nagyon kapaszkodni kell, de egyébként szerintem még egy család is könnyedén végigmegy rajta. És ilyen meleg van fent, hogy csurog rólam a víz, de egyébként nagyon jó. A tervek szerint a közeljövőben a három jelenlegi útvonal mellett még egy, kifejezetten gyerekeknek szóló mászóutat is kiépítenek majd.